Üdvözlöm Önöket, Sarka Kata vagyok, ez pedig az Ez Zsír Életmód magazin. Ma két történetet is elmesélünk, ami közös bennük, az a kőkemény akarat és a teljes életmódváltás. A részletek előtt azonban nézzük meg mai témáinkat. Csak elhatározás kérdése, neki pedig sikerült. Kocsis Tibornak ma már hiányozna, ha akár csak egy edzést is kihagyna. Szakítás után bombaforma. Szénási Tibor fél mázsától szabadult meg, és azt mondja, nem holnap, ma kell elkezdeni az életmódváltást. Aztán jönnek az anyagcserepörgetők, amik segítenek elérni a vágyott külsőt. Már itt vannak velem a stúdióban mai vendégeim, Kocsis Tibor és Kis Gergő személyi edző. Sziasztok! Szia! Szervusz! Mielőtt még belefognánk a mai adásunkba, nézzük meg Tibi a veled forgatott kisfilmünket. 10 évesen bizony meggyűlt a baja a bónusz kilókkal, és nehezen mondott nemet a nagymama legfinomabb ételeire. Mára viszont minden megváltozott. Kocsis Tibor fantasztikus formában van, és mindent meg is tesz azért, hogy megőrizze. Kocsis Tibor naptárjában a sok fellépés, fotózás, interjú mellett évek óta az edzés is kiemelt helyen szerepel, ha esik, ha fúj, vagy éppen koncert szezon van, nem telhet el úgy hét, hogy legalább 4-szer ne emelgesse a súlyzókat. Szerintem ez elhatározás kérdése, az, hogy el tudj járni egy héten 4-szer edzeni, vagy néha 5-szer, az igazából azon múlik, hogy hogyan osztod be az idődet, illetve a napi rendedbe hogyan tudod ezt az edzést beilleszteni. Én elég tudatosan beillesztettem, van egy naptárom, amit a teljes menedzsment követ, és ott ez szépen be van írva hétfőtől péntekig, hogy edzés, oda nem szerveznek programot, én sem szervezek magamnak, és valahogy ez most már így évek óta így beállt, talán azt mondom, hogy hiányozna is, hogyha az napom egy része nem erről szólna. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor sajnos ezt le kell csökkenteni, mert nagyon sűrű a program, meg sűrű időszak, de ha tehetem, akkor jövök. Könnyök a tested vonalában van, Tibó, lapockát enged be. És picit emelt ki a mellkasod, csúsz előrébb, jó? Azt gondolom, hogy elég szorgalmas igazából. Néha így a fellépések miatt kicsit enervált, de lelkiismeretesen jár akkor is, és mindig megtesz mindent tőle tehetőt. Főként anaerob edzést végzünk, egy-két funkcionális gyakorlattal egészítjük ki, emellé ő még kardió mozgást végez igazából tüdőkapacitás fejlesztése miatt. Nála fontos ugye a megjelenés fellépések miatt, viszont nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy az erőálló képessége az jó legyen, mert azért egy-egy ilyen fellépés igen kimerítő. A rendszeresség az nálam nagyon fontos, és leginkább az, hogy valaki itt álljon mellettem és üssön ostorral, legalábbis képletesen, úgyhogy én ezért szeretek edzővel edzeni, Váradi Zoli az edzőm, én most már évek óta vele együtt edzünk, és nekem ez nagyon kell, mert egyrészt motiváció, másrészt sokkal struktúráltabb, szervezettebb az egész. Egy kis nasi, némi kóla, az X-faktor győztese gyermekkorában bizony nem mindig tudott ellenállni az édességek csábításának, nem úgy, mint manapság, vagy ha néha bűnözik is, utána az edzésbe belead apait, anyait. Én nagyon is eltértem az átlagtól, tehát nem sok képi bizonyíték van erre, hála Istennek, de azért én ilyen 10 éves koromban, mondjuk ilyen 15-6 éves koromban én kifejezetten kövér voltam, mondjuk úgy, hogy az átlag gyerekekhez képest 100-at súroltam. Aztán rájöttem arra, hogy ez így egyrészt nem mehet tovább, másrészt meg valahogy én beleestem abban a hibában, amiben nagyon sok unoka esik meg gyerek, hogy így tényleg én nagyon szerettem enni, és a nagymamám már mindig olyanokat főzött, amiket nagyon szerettem. És hát azok nem a saláta volt csirkemellel, hanem kicsit kraftosabb kaják. Tibor, térrudas evezés, 15-öt fogunk húzni. Oké. Okay. Igen. Azért néha nála becsúszik, itt jövök én a képbe, hogy azért picit figyelmeztessem rá, hogy mégis merre tartunk. Viszont az esetek többségben 80-90%-ban ő betartja a táplálkozást, és igazság szerint én írtam neki étrendet, gyakorlatilag ezt követi. Egy kicsit sajnálom azt, hogy én tinédzser koromban nem voltam egy kicsit tudatosabb olyan valaki, aki sportos életmódot él. Nekem kellett rá pár év, amíg így saját magamtól rájöttem, hogy ez fontos, de én egyébként minden szülőnek azt tanácsolom, így felnőtt fejjel, hogy
a gyerekeket azért mindenféle sportirányba próbálja terelgetni, mert minden gyerek megtalálja azt a sportot, amiben tehetséges, meg amiben jól érzi magát, mert ez nagyon fontos, sokkal könnyebb dolga lesz felnőttként akár ezt a szintet megtartani. De én pufi gyerek voltam, érv a kilók elleni harcban nem lehet kifogás, hiszen Kocsis Tibor is küzdött súlyfelesleggel, és ő is imád enni, mégis remek formában van. Méghozzá a szervezett sportnak köszönhetően, talán ez a titok, hétfő, szerda, péntek, mozgás, írják is be a naptárjukba. Tibi, hány évesen kezdett el zavarni a túlsúlyod? Mert azért láttuk, hogy ez tényleg volt. Igen, az az érdekes, hogy így tínédzserkoromban nem is annyira engem zavart, hanem az orvosok hívták rá a figyelmet fel, hogy tényleg túlsúlyjal küzdök, és aztán vérnyomás problémáim voltak, tehát már akkor így viszonylag korán ilyen egészségügyi dolgok is jelentkeztek, amik miatt erre muszáj volt odafigyelni, és akkor ebben én még mindig csak azt láttam, hogy le kell mondanom bizonyos dolgokról, és nem ehetek annyit, és nem ehetek azt, amit szeretnék, mert valahogy egy gyerek egy kicsit így működik, szerintem. Tehát, hogy az egészségtudatos életmód az akkor kezd igazán kristályosodni valakiben, amikor rájössz arra, hogy ez milyen fontos, hogy gyakorlatilag nincs is annál fontosabb, mint az egészség. Úgyhogy én amikor ilyen felnőtt voltam, és ilyen 18-20 év körüli fiatalember, szerintem akkor kezdett el úgy igazán először zavarni azt, hogy feleslegem van, és aztán kezdtem tenni ellene. És egyébként én eléggé ilyen hullámzó testsúlya rendelkeztem. Hol kevesebb volt, hol több, aztán volt, hogy sikerült lefogynom, de azóta, amióta ez viszonylag rendszeres az életemben és tudatos, azóta nincs olyan problémám, hogy mondjuk állandó súlyfelesleggel kellene küzdenem, hanem le lehet ezt dolgozni. Gergő, azok a felnőttek, akik gyerekkorukban pufik voltak, vagy túlsúllyal küzdöttek, azoknak nehezebb azért megtartani a súlyukat? Hát ez egy, mondhatjuk azt, hogy ez egy életmódváltás volt az életükben, hogy odafigyeljenek erre a testsúlyra, de az én esetemet is felhozhatom rá, hogy nem kell ahhoz túlsúlyos embernek lenni, hogy lefogyjon és utána ezt a fajta súlyt megtartsa, mert ez egy, mondhatjuk azt, hogy az egész életünk arról szól, hogy erre odafigyeljünk, és erre tudatosan oda kell figyelni, mert ha nem figyelünk rá, akkor el vagyunk csúszva vele. Ha megnézzük az élettani részét ennek a dolognak, akkor ugye fiatalkorban még az anyagcsere is gyorsabb, utána ez lassul. Hogyha az ember ezzel nem tudatos, akkor ugye elcsúszhatunk vele, és erre mindig nagyon-nagyon fölhívom a figyelmet, hogy azért a táplálkozásra nagyon oda kell figyelni ebben a dologban. Tibi, neked hallottuk a kisfilmben, hogy mondta az edzőt, hogy diétát, étrendet írt. Miből áll ez? Igazából én annak a híve vagyok, hogy alapvetően, amit megkívánsz időnként, azt hiszem meg kell lenni. Tehát, és te miket kívánsz meg időnként? Én mindent nagyon szeretek enni. A nagyon szigorú diétával én alapvetően úgy vagyok, hogy én nem tudom tartani hosszú távon. Tehát nem vagyok feltétlenül annak a híve, hogy csak tényleg mondjuk rizs, csirkemell, saláta, zappehely, stb. Mondjuk egyébként az étrendem nagy részét nyilván fehérjében gazdag kaják teszik ki, és próbálok erre abszolút odafigyelni, meg ráadásul szerencsés vagyok, én szeretem ezeket az ételeket, tehát megeszem őket, de azért amikor olyanom van, hogy nagyon megennék egy tiramisszút, akkor megeszem? Nyilván nem hetente háromszor, de nem, tehát hogy tényleg, hogy hetente háromszor nem tudod ezt megtenni, mert akkor az egészet megette a fene, de mondjuk, hogyha hetente egyszer úgy van, hogy egy családi ebédnél a nővérem süt valami nagyon finomat, akkor azt azért megkóstolom. Tehát nem vagyok feltétlenül annak híve, hogy ez a teljes lemondás ez hosszú távon működik, mert nálam nem működik. Egyébként lehet, hogy vannak innél, igen. Nem is az, hanem hogy tényleg az, hogy az ember az, hogyha vannak mondjuk ünnepek, vagy bármi ilyesmi, akkor az ember belecsúszik ebbe, de attól függetlenül ott van mögötte a tudatosság, hogy jó, most belecsúsztam, de az nem azt jelenti, hogy akkor az egész évet akkor innentől kezdve így fogom folytatni, hanem akkor tudom jól, hogy jó, most kicsi bűnözés volt, és utána visszaállok, és ennyi, ez a lényeg, hogy az ember mindig mögötte tudja azt, hogy jó, most megegettem, de utána visszamegyek. Igen, és aztán amikor ráállsz arra, hogy alapvetően ezeket az egészséges ételeket illeszted be a napi rendedbe, és teljesen természetes az, hogy egyébként például mi van otthon a hűtőben, nagyon sokat számít. Tényleg egy nagy bevásárlás, hogyha összeírogatom, hogy mit kell vennem, vagy házhozszállítás nagyon kényelmes dolog, leginkább amikor kihozzák házhoz, akkor úgy állítom össze, legyen benne zöldség, sok, legyen benne ilyen túró, legyenek benne olyan dolgok, hús, stb., amiből otthon olyan ételt lehet készíteni, hogyha kinyitom a hűtőt, akkor lehetőség szerint ne bűnözzek egyből, hanem ezt viszonylag minimális szintre szorítani. És te a tükörnek hiszel, vagy a mérlegnek?
Vagy a kamerának. Vagy a kamerának. Pont azt beszéltük itt, hogy azért a tévés műfaj az önmagában egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert amikor benne vagy a tévében, akkor egy kicsit máshogy látod magadat, mint akár a tükörben. Ezért össze is húzom most magam egy kicsit. Igen. De így is nagy vagy. Csak a tévében, Gergő. Szóval, hát hiszek a tükörnek, persze, természetesen, de a mérleg is fontos. Egyébként mondjuk szerintem ezt osztod, ezt a véleményemet, hogy nem feltétlenül a kilók számítanak, tehát főleg egy férfi ember. Ez így van, ezt abszolút aláírom, hogy... Annyira mindegy, hogy mit mutat a mérleg. Én voltam már sokkal kevesebb, mint amennyi most vagyok, voltam sokkal több. A tükör megmutatja sokkal jobban, mint a mérleg, mert az, hogy éppen az a testsúly, az miből áll össze, az egy sokkal összetettebb kérdés, hogy zsír van rajtunk, vagy izom. Tehát a mérleg az nem mindig pontos. Innen folytatjuk, de most a kilókkal megyünk tovább, nézzük meg a következő kis filmünket. Fél mázsát fogyott, azt vajja soha nem mond, hogy soha, és szerinte nem holnap, ma kell elkezdeni az életmódváltást. Jön Szénási Tibor története. Van, akinek 56 kg a testsúlya, Szénási Tibor pedig 3 év kitartó munkájával fogyott ennyit. Tibi az önutálat és az önbizalomhiány keserves állapotából lépett hatalmasat, 30 évesen maximálisan megváltoztatta az életét. Világéletemben elégedetlen voltam magammal, így 97-ben meghalt édesapám, és anyum hiába figyelt oda arra, hogy mindig egészségesen kajáljunk, és ne hízzunk el. Ez a családtagok közül senkinek nem is okozott problémát, egyedül nekem. Középiskolába ugye ment a büfé, a szendvics, a stb. És hát szépen évről évre gyarapodott a súlyom, aztán 2012-ben egy több mint 9 éves kapcsolatom véget ért, és hát amikor elköszönt a lányzó, akkor úgy döntöttem, hogy hajrá, és hát belevágtam, elkezdtem konditerembe járni, és ez igazándiból szerelem lett, ez az életmódváltás, és a mai napig elkísér a mindennapjaim folyamán. Tibi teljesen magától vágott bele a kilók elleni harcba, ekkora súlyfeleslegnél azonban sokan szakértőhöz fordulnak. Ennek apropóján mi is kíváncsiak voltunk, mit mond egy szakavatott edző Tibor elképesztő átalakulásáról, meg is kérdeztük. És akkor megnézzük, hogy hogy mind bírod, meg akkor átnézzük a helyes kivitelezéseket is, jó? A Tibi sikerében egy hatalmas lelki törés volt az életében, ami teljes mértékben megváltoztatta, és egy hatalmasat fordult az életében, és ott mondhatjuk azt, hogy betelt a pohár. És azt mondta, hogy kész, elég, bármi van, ő akkor is tűzön vízen ezt végig fogja vinni, és én ezt így gondolom, hogy ez a lelki eredetű váltás volt az ő életében, ami egy hatalmas nagy motivációt adott neki, meg hogy ott volt mellette a családja. Azért nem mindenkinek van mellette a családja, és ez egy nagyon nagy segítség, hogyha ott vannak mellette. Mivel gyerekkorom óta érdekel ez a dolog, ilyen Arnold könyveket olvasgatva nőttem föl, és volt testépítő a közelemben a munkahelyemen. Így az információ az mindig megvolt. Azt mondom, én próbáltam ezt fejleszteni is, hétről hétre, napról napra. És nyomod, szép volt, oké, rendben, rakjuk le. Nagyon fontos, hogy a motiváció az nagyon kell, és hogy hogyan tudják akár egy éven keresztül is ezt bírni, úgyhogy ha egy távoli célt tűzünk ki, az jó dolog, de az olyan távoli, mondjuk, hogyha azt mondom, hogy 50 kilót akarok egyszerre hirtelen lefogyni, hogy akár el is veszthetem a motivációt közben. Tehát mindig én azt szoktam mondani, hogy legyenek apró céljaink. Ha hónapról hónapra érjünk el célokat, ebből mondjuk 12-t csinálunk, az utána akkor legyen 15. Vagy ha rajta vagyunk a futópadon, akkor tehát mindig legyenek kicsi apró lépések, amikkel a végén már játékosan el tudunk érni ahhoz a célhoz, ami a legvégén van. Csak akkoriban ugye ezt még nem alkalmaztam. Egyértelműen a táplálkozás a nehezebb. Az ugye a nap egész időtartama alatt ott lóg a fejünk fölött, hogy mit fogunk kajálni, mit csináljunk. Összességében csökkentettem a szénhidrát bevitelemet, megemeltem a fehérje bevitelemet, és odafigyeltem arra, hogy mikor, mit és mennyit egyek. Szénási Tibor egyszer és mindenkorra elhatározta, végre jól fogja érezni magát a bőrében, és 12 év után újra strandra fog menni. Csak hogy Tibi ennél sokkal többet profitált az életmódváltásból, ma már egyre magabiztosabb, sőt, még a szerelem is rátalált. Mit is mondhatnánk? Le a kalappal előtte.
Sokan megkeresnek engem a mai napig, hogy mit tudok mondani. Sok embernél azt érzem, hogy még mindig valamilyen kis csodát, valamilyen kis titkot várnak, hogy majd én mondok, de nem, nincsen titok. Oda kell figyelni arra, hogy mit együnk és mit ne együnk. Én azt mondom, hogy nem feltétlen kell semmire azt mondani, hogy azt akkor soha többet nem esszük, mert az, hogyha mindent kizárunk az életünkből, amit esetleg előtte szerettünk, annak úgyse lesz tartós és jó vége. Meg kell találni az egyensúlyt, és ami a legfontosabb az, hogy ma kell elkezdeni, nem holnap, meg jövő héten, meg az újévi fogadalom miatt. Ami nagyon érdekes volt a filmben, rengeteg minden, de ami engem igazán megfogott, az a motiváció, amiről beszéltetek, hogy mindig apró célt kell kitűzni. Kicsit a magam példáját elmondom, én elértem azt a célt, amit kitűztem, fitness versenyen el tudtam indulni, ez volt a cél, és utána elvesztettem minden motivációmat, és több mint egy évig nem mentem le a terembe. Mit csinálsz akkor, hogyha már elértétek a célt, hogy tartod benne azért a lelket, hogy még csinálja tovább? Hát úgy, hogy ez egy életmódváltás. Tehát előtte ugye nem is így étkezett, nem így mozgott, és hogyha életmódváltásról beszélünk, akkor utána az már egy folyamatos ciklus az életünk végéig. És ilyenkor ugye el szoktam mondani azt, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy az emberi szervezet az folyamatosan változik, folyamatosan az öregedéskor, ugye lassulnak az anyagcsere folyamatok, az emberre rakódnak rá a kilók, a hormonok azok is változnak, és ez mind olyan változás, amit mi ugye magunkon élünk meg, és ehhez hozzá kell alkalmazkodnunk, és ez egy folyamatos kontrollálás és figyelés, hogy hogyan is táplálkozol, mit is csinálsz, mert hogyha egy cél megvolt, az oké, de utána ott van az életünk hátralevő része, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ha továbbra is egészségesen és hosszan szeretnél lenni, és mondjuk az unokáiddal is együtt szeretnél futni és játszani, akkor ténylegesen ne csak ez egy darab célod legyen, hanem ez is legyen ott, mert szerintem az, hogy az ember a családjával minél több időt tölthet, annál nincs is csodálatosabb dolog. Ez így van. Igen, meg azt gondolom egyébként, hogy az életben azért kapsz mindenféle apró pozitív visszajelzéseket, ha elindulsz egy olyan úton, hogy mondjuk pozitív változás van a külsődben. Negatívakat kevesebbet szerintem, de aztán persze vannak olyan őszinte fórumok, ahol ezeket a negatív visszajelzéseket is, visszacsatolásokat is meg lehet tapasztalni, de az olyan jól esik az embernek, amikor akár egy vadidegen, akár a barátod, akár bárkitől kapsz valami pozitív visszajelzést, és szerintem ezekkel is érdemes csinálni, mert utána az mindig erőt ad nekem legalábbis, hogy na jól van, akkor nem véletlen az, hogy ott vagyok hetente a konditeremben több alkalommal, meg futok a futópadon, mert azt olyankor nagyon tudja utálni az ember, de egyébként nem mindig, mert most már nem utálom, tehát ez most nem igaz, de ezek a kis visszajelzések sokat számítanak. Te elérted már azt a célt, amit kitűztél magad elé? Hát azt gondolom, hogy nem. Ez egy folyamatos dolog nálam, és mindig van hová fejlődni, azt hiszem, és mindig vannak ezek a bizonyos apró lépések, amikről itt beszéltünk, amiket akár magadnak is ki tudsz tűzni, és nekem is vannak még ilyenek. Én nem tűztem ki... Milyen az ideális, Kocsis Tibor, a te szemedben? Milyen az ideális? Hát nagyon nehéz ezt így megmondani, de mondjuk, hogyha pár évvel ezelőtt egyébként azt mondták volna, hogy mondjuk úgy nézek ki, mint most, ahol lehet, hogy megelégedtem volna, de azért mindig az van, hogy szeretnél egy picit még jobb lenni. És ez nem csak egyébként a test edzésben hát van minden, így, hanem az nagyjából mindenben. De olyan, így, hogy ideális, ezt így nagyon nehéz lenne megfogalmazni, de hát van még hol fejlődni. Szerinted te leszel még valaha túl súlyos? Nagyon remélem, hogy nem. Pont ahogy mondtad, hogy az életkor azért sok minden jár, és nyilvánvalóan erre talán még fokozottabban oda kell figyelni 30 felett, és én már 30 felett vagyok. És egyszerűbb megelőzni és tenni érte, mint sem utána ugye a egészségügyi rendszerbe bekerülni, tehát a prevenciót azt én könnyebb meghízni a Tibinek úgy, hogy már azért volt hosszú éveken keresztül rajta túlsúly, nem? Tehát... Azoknak az embereknek igen, könnyebb, de ő már tudatos, ő már tudja, hogy mit nem szabad csinálni, és hogyan tudja ezt kordában tartani, szóval szerintem ő már ebbe a hibába nem fog beleesni. Az azért, hogy én egyből látom a változást, amikor egy picit elengedem magam, tehát hogy szerintem ezzel sem vagyok egyesül, azt hiszem, de hogy nyilván vannak az embernek olyan periódusok az életében, amikor nem tudom, elmész nyaralni, vagy egy picit jobban elengeded magad, vagy hát a téli időszak persze, ünnepek, stb., amikor úgy vagy vele, hogy jó van, most egy hétig így nem, de aztán amikor látod a negatív változást, akkor az is motiválni tud azért, hogy na jó van, ácsi, nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy ez ne így legyen, és aztán ez is tud motiválni. Említetted a nyarat, úgyhogy itt folytatjuk, a következő kisfilmünkben is a nyárról lesz szó, és a bikini szezonról.
Nyakunkon a nyár, a fürdőruha szezon, éppen ezért jöjjön most pár szuper étek, ami felpörgeti az anyagcserét. A megfelelő anyagcsere folyamat az egészségünk alapja, ezt tudjuk. A tápanyagok felszívódása és a salakanyagok kiürülése vezethet a kiegyensúlyozott mindennapokhoz és az ideális testsúly megtartásához is. Ezt is, igen ám, de vajon melyek azok a bizonyos anyagcsere pörgetők? Az első, amit érdemes kiemelni, az az alma. Ennél a gyümölcsnél a következőkkel kell tisztában lenni. A rostok serkentik az anyagcserét, javítják a bélműködést, így az anyagcsere megfelelő működésének alapvető elemei. Az almának magas a rosttartalma, ennek egyharmadát a pektin nevű vegyület adja, ami egyébként is gyorsítja az anyagcserét. Nem feledkezhetünk meg az almában található vitaminok és ásványi anyagok szerepéről sem, melyek ugyancsak javítják az emésztést. Gyümölcs után zöldség, nem is akármilyen. Fogyasszunk minél több uborkát, hiszen magas víz és alacsony kalóriatartalmának köszönhetően alapzöldsége a fogynivágyóknak. A, B és a C vitaminnak fontos forrása, a magas víz és rosttartalma miatt pedig kipucolja a szervezetből a méreganyagokat. Az alma és az uborka után még jöjjön a zab. Utóbbiról érdemes tudni, hogy ha sok rostos ételt fogyasztunk, elejét vehetjük többek között az elhízásnak, valamint csökkenthetjük a szívbetegségek kockázatát is. A reggeli zabkása például bővelkedik oldható rostokban, ami segít csökkenteni a koleszterin szintet és stabilizálni a vércukorszintet. Ha az zab pedig nem lenne elég, fogyasszunk lenmagot, ami ugyancsak szuper forrása a rostoknak. Az eszenciális zsírsavak miatt különösen érdemes fogyasztani, az omega-3-ban gazdag lenmag ellenállóvá teszi a sejteket, és a káros zsírok lerakódásától is megvédi a szervezetet. Gergő, téged nagyon foglalkoztatnak a gyerekkori elhízásos problémák. Mindenféleképpen ki is akartam emelni, hogy az Egészségügyi Világszervezetnek például van egy felmérése, hogy a Magyarországon lévő gyerekeknél megnézték, hogy 6 éves korban nagyjából a magyar gyerekeknek a 20%-a túlsúlyos, és az elmúlt 20 év alatt pedig 3-szor annyi túlsúlyos gyermek van, mint előtte volt, és szerintem ez egy borzasztó adat. Tehát én azt gondolnám, hogy ezen nagyon gyorsan változtatni kéne, és a szülőknek pedig, akiknél a gyerek túlsúlyos, a szülőknek a fele meg nem is vesz észre azt, hogy a gyermeke túlsúlyos, és azt gondolja, hogy minden rendben van. És ennek ugye lehet genetikai eredete is, hogy ha a gyermek túlsúlyos, akkor nagy valószínűséggel az egyik vagy a másik szülő, vagy mindkettő, vagy pedig a nagyszülő a túlsúlyra rendelkezik, de ezen lehet változtatni, főleg ebbe a nagyon fiatal korban, mert hogyha tudatos táplálkozás van ilyenkor a gyerekeknél, akkor a rajtuk lévő testzsír százalék az csökkenthető, illetve későbbiekben is kevesebb zsír rakódik rájuk, és ezért én ezt nagyon fontosnak tartom. És ma még mindig tartja az a szokás magát, hogy itthon a szeretetet azt az ételnek az adásával mérjük, és tudjuk a nagymama húsgombócát, hogy amikor azt mondja, már csak egyet vigyél el, akkor jó, de akkor az ekkora. Szóval én azt mondom, hogy ebben nagyon-nagyon oda kéne figyelni. Tibi, a te szüleid mennyire vették észre a te túlsúlyodat? Próbáltak ellene tenni valamit? Észrevették, és próbáltak is engem sportirányba terelni, de én eléggé magasul ellenálltam. Nekem egyébként ez volt a fő probléma, hogy a szüleim észrevették, és próbáltak is terelgetni, én meg nem hagytam magam. Mondjuk akkor is már jobban érdekelt így a zene, meg így egy nyugisabb dolgok, tehát nem voltam nagyon mozgékony alkat. Viszont azért a ropi az ment, meg a chips, tehát minden olyan, amit nem kellett volna. Szóval nem a szüleimen múlott. Aztán később azt kellett hozzá tényleg, hogy én magam észrevegyem azt, hogy ez a életforma, ez nem pálya, és aztán változtattam. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és elmondtátok ezt a sok-sok hasznos dolgot. Mi köszönjük. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, óvják a családjuk egészségét. Találkozunk legközelebb is. Viszlát!